Cashfit zsomacos termékek a videosbolt.hu/zsomac oldalon, link a leírásban. Na, sziasztok srácok! Itt Cashfit zsomac, és köszöntök mindenkit egy újabb videóban. És itt nék a vadul székemben, amit be kell állítanom. Szóval azért megcsinálsam ezt a menő belépést, lefektettem hátra, but can you do that? Aki néz PewDiePie-t, az most érti, az mindig ezt csinálja, van egy ilyen szék, amit ő reklámoz, egy Razer. Talán ami a saját mintás, és ezt meg lehet venni, és akkor mindig ezzel ügyeskedik, hogy hát az. Én ezt most egyszer előttem, mindesetre nagyon király, és amúgy egy ilyen Insta Live-ban nyitottam ki ezt a széket, és szereltem össze, amúgy Instám az itt van, ott megtaláljátok a live-ot 24 órán belül. Ha még siettek, akkor még vissza tudjátok nézni, és nagyon vicces volt, felveszem a fülhallgatót, no de, beszéljünk az aktuális témáról, hogy miről fog szólni ez a videó. Nem tudom, miért dőltem ennyire előre, nincs szükség ennyire előre dőlni. Igen, amúgy ez az új szék, nem sokára room tour, csak szükség van még pár darab lámpára, és ha az megérkezik, akkor elérkezik a room tour pillanata, úgyhogy már nem kell sokat várnatok, szerencsére. No de, ez a videó miről fog szólni? Ez a videó arról fog szólni, hogy egy mortáros deckkel fogok játszani, amivel elég rég játszottam, viszont amikor régen játszottam, akkor nagyon tetszett, és ez egy új verziós mortár deck, 3.0-ás, Cycle deck, és ki fogom próbálni is megnézni, hogy mennyire működik jól. Én alapjáraton szeretem a mortárt, nem szoktam túlságosan használni, és természetesen Grand Challenge-et fogunk játszani. Mi ez? Nekem erről kiszólt. Get your deck from all of the cards and aim for the legendary chest, collect one time rewards as... Jó, a gold az nem... mondjuk nem rossz. Wow. Akkor azt hiszem, amikor ezt a videót feltöltöm, majd nyomok egy live-ot is. Mert hát, live-ból sose elég, és ugye mostanában kicsit sokat live-oltam a második csatornám, úgyhogy be kell hoznom a nagy csatornám most ezt a dolgot. Úgyhogy igazából, ja, ennyit szerettem volna. Grand Challenge-be nyomjuk, a decket láttátok. Ezt a Legendary Chest-et pedig majd kinyitom, hogyha sikerülni fog a challenge esetleg 12 V-re. Na de akkor én azt mondom, hogy kezdjünk is bele itten a dolgokba. Nem játszottam még a deckkel, így videón kívül sem semmi, csak lemásoltam, kimásoltam, és akkor most ki fogom próbálni, úgyhogy ez is egy ilyen deckek első ránézésre vidi, amiket nagyon szeretek csinálni, kicsit kényelembe helyezem magamat, mert megtehetem, mindenki megteheti, kicsit így hátradőlve nyomom, ez így nekem nagyon kényelmes, így jó. De jó. Na, Princess nénikével kezd, ami valószínűleg Zebbétet jelent, hogy annyira nem dőlök hátra, mert az úgy furán néz ki, és ott a megfelelő pozit még meg kell találnom, bár még azt nem találtam meg tökéletesen. Szerintem jó, nem, tornádó. Jó. No hit. Yes! De a princess hitelt egy kicsit. Nem para. Gyerünk. Jó, és betargetelte a mortár. Imádom. Well played. Thanks. És ott a log is. Jó. Hát ez nem úgy jöttek össze itt a dolgok, hogy én akartam, de jó, log. Jó, oké. Okay. Szuper, még lőjél egy-kettőt mortár. Nagyon jó ez a szék. Nagyon tetszik. Tetszik ez a téma, csak hát még meg kell találnom a jó dolgokat, hogy mi, hogyan tökéletes nekem. Na, hát ez a mortár cycle deck, ez eddig nem tűnik rossznak, mondjuk eddig egy meccset mentem csak. Jó, azért Hogriderre már illet aktiválni a Kintel World. 3, 2, 1. És ő ment, de nem baj, ezért van a rocketunk itt, az 432-t sebez. Jó, kis chip damage jöhet. Most már tudja, mint van. Gyerünk. Ez az. Ez az. Ne.
Nah, just shit. Az a baj, neki is farok ütje. A baj. Gyerünk, 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 gyerünk. Ez az, ez az. Ne. Ne, ne, ne. Srácok, ez nagyon közel volt. Ez nagyon közel volt. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Mindegy. Én nyertem. Uh-huh. Oh. Jó. Tetszik, tetszik. Egy hit, és aktiváltuk a King Tower tornádóval, szerintem ennél jobban nem is kezdődhetett volna ez a meccs. És fogalma sincs, hogy mi van. Ebben biztos vagyok. Mondjuk a Goblinokat úgy ölhettük volna meg a loggal, hogy... Hogy közben a Tower-t is hiteljük. Aha, az mindegy, oda hitelt. Wow. Ez az? Ennek nem tudom, miért nem volt itt a végén. Yes, 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 yes. Gyerünk, mortár. Nyomjad! Nyomjad! Még egyet. Imádom ezt a mortárt, imádom! Oké. Okay. Clean target. És most már igazából Rocket Cycle 3 Rocket, az mondjuk sok. Sok, de mivel execution-re van, ezért elköveteti azt a hibát, hogy rosszul rakja le. És én már Rocket Cycle tudom. A Sith-play a legjobb, nem követi el már sajnos. A hibát. Jó. Adom, gyerünk mortár. Ez az, nem ártározott. Mi baj? Teszi a dolgát, ez az, még egyet az évég után. Oda csapott, 583. Aztán a hog, ami az... az szerintem... Az Rocket Log Range, de ez mindjárt... ezt a nem. 732, nem, még nem. Még egy darab log. Igen, és egy log itt. Tökély. Elpéld! Elpéld, ez biztos, hogy csak a szék miatt van, nem amúgy nem. De, ja. Mindegy, én már amúgy nagyon várom a room tour videót, hogy itten bemutathassam nektek az egész szobámat, mi változott, mi nem, mi az, amit láttok, mi az, amit nem, gépem az mit tud, meg ilyenek. Megnézzük, hogy megy a felvétel, jól van, megy. Jó. Gyerünk, mortal. Jövünk egy hit. Jó. Még egy. Thanks.
És be tudom, hogy nagyon jó a tornádó, egyszerűen nagyon jó, hogy be tudjuk aktiválni a King Tower-ét az ellenfelünknek, mert a saját King Tower-ünket, és akkor az ellenfelnek rosszabb lesz. Úgyhogy, ja. De szerintem, értitek, például beszélek, nem mosolytetek le a szélvédőről azért, srácok, aztán akik meg most, azok meg majd megtanulják, hogy mi a szitu. Törünk, kint van. Ennél van, nem tudtam megadni, és meg a pénzt is meghalt, tök jó. Na és akkor itt. It's my time. Nincsen nájtja. Van akkor van rá mim. Van. Muszáj használnom. Ez nagyon jövésít. Yes! Egy hit. Not bad. Na, egy elixirből ki tudjuk védeni? Majdnem. Majdnem. 1910. Ez az. Aha. Ez az, gyerünk log, végez ki mindenkit. Gyerünk. Ő már ugye betergetelte a tornyot, őt nem érdekli az Inferno. Hihi. Hát ezt nem hiszem el, ez az. Ups, hát igen, ez ups, haver. Előnk. Oh, Night a tornyon. Ez az. Rocket win. Benne nem is volt szükség a rocketra. Ennyi, gotcha! Na. Tetszik ez a deck? Tetszik ez a deck? Mennyi? 3-0. Jó, ezekkel nem lehet sok koronát szerezni, ez nem egy ilyen deck, ugye a mortar deckek általában azok ilyen siege, nem általában a mortar, az egy siege deck, ami annyit jelent, hogy egy vagy két torony maximum, de általában van inkább egy, úgyhogy fú, ez nem tudok mit csinálni, most nem hiszem el. Nincs mortarom, shit. Nem baj, viszont a általában a golem playereknek nem nem fireballjuk van, úgyhogy az archereket le tudom rakni nyugodtan. És így legalább a support unitokra tudok koncentrálni. Egész. Jó. Ez az. Itt archerök. Uha. Jó. Ah, nem volt jó. Tepet. Oké. Okay. Oké. Okay. Tegyétek szét, srácok. Ez az. No. Ennek sem értelme nem volt. Na mindegy. Hogy beaktiváltam, nem oda kellett volna húzni. Az a gondolkoztam, hogy csak nem rak be egy gólemet oda. Azaz, tudtam. Odaér a Knight. Oho. Oho, azt tudtad, hogy a Mortának milyen range-e van. Hiába zeppeled.
Hiába, Rocket Range. Gyerünk. Defend, defend, defend. Defend. Jó. Ezt elcsesztett havár. Létszi a gólemet, létszi a gólemet, létszi. Ez az. Ez az. Ez az, ez az, ez az. Ezt elrontottad, barátom. Ú, ez viszont nem volt jó, mert a mortára... Ja. Nem para. Dupla mortar penetration. Jövünk. Hosszú ez az overtime bizony. Nem fogom hagyni, hogy lehármazzon. Jó, sima, sima chip damage, srácok, lányok. Figyeljétek. Nem is kell a rokit! Nem is kell a rokit! Semmilyen nem volt. Ez jó volt. Ez jó volt. Na. Eddig nem volt semmilyen nehézségünk, pedig négy különböző deckkel jöttek ellenünk. És itt az ötödik. Mit vovozol? Csak hárman négy. Vagy csak ketten. Ó, Furnace, ez nem jó bizony. Ez biz nem jó. Ez biz nem jó. I don't know what to do. Nice mortar. Ne! Nem aktiváltam be Intervörömet azzal a kicseszett tornádóval. Hát ezt nem hiszem, mert pont az előbb beszéltem arra, hogy senki nem fog ki rajtam erre. Elszóltam magam. Elszóltam magam. Utána leszették egy tornunkat mortára, nagyon nehéz dolgunk van. Shit. Ne! Honnan éri el? Arra, hogy megvan sajna. Azzal nem tudtam mit kezdeni. Gyerünk? Ez az mortár, ez az, ez a beszél. Gyerünk még. Két rokit. Hello. Muaaaaaah! Ez nem soha lényeg. Ez nem voltam magamat. Ez előfordul. Na jó, még egy meccset menjünk. Ó, jó sok kell, amikor ezt elmondom. A Canonon még csak 11-es, ahogy kell.
nem fejlesztettem túlságosan. Nem, 12-t tudnám fejleszteni maxosra. Jöhet. Az ötödik meccs. Na, hát... szerintem jó deck, ezt bemutattam. Gabriel. Flash-olyár, a Sparta Gaming. Klámbor. Mondjuk most bekapcsoltam az OBS-re egy olyan funkciót, hogy csak akkor érzékel a mikrofont, amikor beszélek. Így, amikor nem beszélek, nincs hang. Nincs. Nem zavarod meg semmi. Ezzel nem bölcsök. Ne? Ne, Mega! Ezzel nem tudtam mit csinálni, hogy sok... nagyon szinte legyen. Goblin, hát... Billy? Billy? No. Ez az, még egyet előtt. Jó. Tetki. Tetki, yes. Nagyon mazett. Nem baj, amin átjön a folyón. A tornyot fogja lőni. Csit. Gyar, másodperc. Ajja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 jj
De nem fog működni. Shit. Hát sajnos ez nem jött ki úgy, ahogy terveztem. Nem baj, szerintem elég lesz erre a videóra most már ennyi. Remélem, hogy élveztetek ezt a videót. Én nagyon élveztem, szerintem egy jó deckről beszélünk mindenféleképpen. Úgyhogy itt lenne a deck. Köszönöm szépen, hogy ma is velem tartottatok. Ha tetszett, amit láttatok, nyomjatok egy lájkot. És amíg nem vagytok és szeretnétek hasonló kontentet látni, akkor iratkozzatok fel a csatornámra. Megtaláltok még Instagramon és Facebookon is. Valamint van egy Facebook csoportom, vagy van egy másik csatornám, a Play with Jomac. Úgyhogy én ennyi lettem volna mára. Találkozunk a következő videómban. Sziasztok!